egy adott szolgáltatás, terápia, munka árának megállapításakor érdemes a piaci viszonyok mellett azt is figyelembe venni, hogy mi magunk hány terápiára, kezelésre, vagy milyen szolgáltatás darabszámra vagyunk képesek. Tehát az adott cég hány fővel rendelkezik, azt a dolgot hány főnek kell elvégezni, és ez is meghatározhatja azt, hogy milyen árra lőjük be az adott szolgáltatást. Tehát amennyiben tényleg az a célunk, hogy néhány ember mindenképpen megkaphassa azt a szolgáltatást, úgy lehet, hogy egy kicsit magasabb árfekvéssel kell dolgoznunk, hogy azok, akiknek tényleg szüksége van rá, és tényleg komolyan gondolják, és tényleg áldoznak rá, azok tényleg odajuthassanak, megkaphassák a mi szolgáltatásunkat, és tényleg sorra kerüljenek, és tényleg mi is nagy jókedvel, nagy elégedettséggel végezzük azt a feladatot, azt a szolgáltatást. Tehát bizonyos helyzetekben növelni kell az árat, növelni kell a szolgáltatás árát, azért, hogy akiknek kell, ténylegesen megkaphassák, illetve mi magunk teljesen jó szándékkal, nagy lelkesedéssel végezzük azt a feladatot.